ugye ami a gondot okozza, a virágzat felső része, itt termelődik a virágpor nagyon nagy mennyiségben. Embernagyságú a parlagfű ezen az Alaegerszeghez közeli területen. Hiába a sokáig tartó szárazság, jól alkalmazkodik a gyomnövény, minden körülmény között képes a túlélésre. Ahol korábban megbolygatták a földet, és nem kaszálták le időben a feltörő gyomot, ott jócskán elszaporodott. Nagyon nagy területen elterjedt, és az utóbbi évtizedekben lett igazán komoly a mennyisége az országban, és így vele együtt a pollen koncentráció is, ugyanis egy szélbeporzású fajról van szó, így nagyon sok pollen termel, a porzós virágzatai a virág csúcsán millió számra termelik a pollent, így száraz időben nagyon nagy pollen koncentrációt tud a nyár második felétől okozni. A csapda ezen a kis lyukon keresztül szívja magába a levegőt, a levegő mennyisége, amit 24 óra alatt magába szív, az megfelel egy felnőtt ember által beszívott napi levegő mennyiségnek. Ez már az Alavár megyei kormányhivatal épületének teteje, ahol Szabó Erzsébet Nikoletta egészségfejlesztési szakügyintéző a pollencsapda működését mutatja. A ma reggeli mérés erősödött a hétfőihez képest, ám elmarad az augusztus végi tetőzéstől. A parlagfű terhelés a tegnapi naphoz képest egy kicsit erősödött, ugyanis tegnap az áporó zivatarok hatására a pollen terhelés nagyon alacsony szinten volt, viszont a mai nap már erősödött, és fokozatosan erősödni is fog a parlagfű pollen koncentráció terhelés a hétvégéig, amikor is újabb záporó zivatarok várhatóak. A parlagfű szezon az első fagyokkal ér véget. Tüneteiket addig különböző antihisztamin tartalmú gyógyszerekkel, illetve lokális készítményekkel enyhíthetik az allergiások. Emellett hasznos lehet a lakásban lévő textíliák rendszeres tisztítása és a gyakori hajmosás is.